Több mint egy hete tört ki a háború a szomszédságunkban. Özönlenek ránk a híradások, a képek, amelyek a borzalmas állapotokat mutatják. A felnőttekben érthető módon bizonytalanság és szorongás alakult ki, és ez könnyen a gyerekekre is áttevődhet. A kicsik között sokszor már az óvodában is téma a háború. Nem értik, mi történik éppen, gyakran tesznek fel kérdéseket a szülőknek. Fontos, hogy az életkoruknak megfelelően beszéljünk velük erről, de mindenképpen törekedni kell rá, hogy kizárjuk a gyerekeket a felnőttek világából, javasolja dr. Szabó Balogvirág. Ha mondjuk egy híradót csak úgy lehet megnézni, hogy a gyerek ül a kanapén, akkor azt most ne, hanem akkor majd utána olvasok, vagy meghallgatom utólag, úgyis minden elérhető az interneten. Ugyanígy az autóban a rádiót kapcsoljuk el, hogyha ott ül a gyerek. A legfontosabb, amit tehetünk, az az érzelmi biztonságnak a megteremtése, tehát itt nem a tűpontos politikai, gazdasági, meg háborús tényállás ismeretének az átadása lesz jó a gyereknek, hanem az, hogyha azt érzi, hogy itt mi most biztonságban vagyunk, mi együtt vagyunk, gondolkozunk, ha bármikor szükség lenne bármire, akkor fogjuk tudni, hogy így merre mozduljunk. Neki nem dolga ezen az egészen kattogni, de nyilván kérdezhetett, ne legyen tabú. Minden gyerek más és más, van, akit nagyon érdekel, mi történik a világban, míg mást egyáltalán nem. Ezért a szülőnek kell tudni elsősorban, hogy mit osszon meg a kialakult helyzetről a gyermekével. Nem könnyű a kamaszokkal, hiszen ők már az interneten és a közösségi médiában is rengeteg információhoz jutnak. A pszichológus szerint az iskolában nem kell tetézni mindezt. Iskola szinten, osztály szinten nem feltétlen kell ezzel most foglalkozni, de fontos lehet mondjuk egy osztály szintű beszélgetés osztályfőnöki órán iskolapszichológus segítségével abban az esetben, hogyha az osztályon belül elindul egy pánik reakció, vagy így többen elkezdenek nagyon szorongani, akkor megint csak ne tabusítsuk, de nem feltétlen kell az ebédlőben összecsődíteni a gyerekeket, vagy egy iskolarádióban bemondani, hogy és akkor kitört a háború, mert ezzel mit kezd. Fontos kérdés, hogy ebben a helyzetben szabad-e jól lennünk, szabad-e nevetni a mindennapokban? A válasz egyértelműen igen. A pszichológus úgy fogalmazott, ne zárkozzunk be, és ne 0-24-ben a háborús hírekkel foglalkozzunk, mert akkor valóban eluralkodik rajtunk a szorongás. Kell, hogy örüljünk, nevessünk a mindennapokban. Erre nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk, felnőtteknek is szükségünk van.